Megszorító csomagnak tartja az extra profit adót az ISZOM. A párt szerint egy egészségesen kialakított szociális piacgazdaságban extra profit nem is keletkezhet. Egy tisztességes bérrendszer ennek ugyanis gátat szabna. A párt a fővárosban közlekedési békét szeretne, és azt mondják, egy átfogó, legalább 30 éves távlatot felölelő Budapest koncepcióra lenne szükség, amely túllép a közlekedési problémákon. Ezzel folytatjuk, Tita Nilla. Így van, Székely Sándor a vendégünk, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom alapítója. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szombaton tartották a harmadik kongresszusukat. Milyen témák voltak napirenden, és milyen fontos döntések születtek? Igen, ez egy nagyon fontos pillanat volt a Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom életében. Ugye ez az első olyan kongresszusunk volt, amit nem egy ilyen választási üzemmódban, nem Covid-ban online kellett megcsinálnunk, hanem végre egy nagy kongresszust tudtunk tartani, és áttekintettük az elmúlt két év működését, a hibákat, az eredményeket, és nagyon sok fontos dologban döntöttünk, hogy hogyan folytatjuk tovább, hogy hogyan nyitjuk ki a pártunkat, hogyan szervezzük meg a belső életünket, és hogy hogyan fogunk szeptembertől politizálni, hogyan fogjuk megteremteni a parlamenten kívüli politizálás feltételeit, és hogyan fogunk egy erős baloldali pólust építeni már a 2024-es Európa Parlament és önkormányzati választásokra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kongresszus volt, sokan is voltunk, jól is éreztük magunkat, és hát ugye az a lényeg ennek adónak, hogy folytatjuk a megkezdett munkát, ugye itt nyilván az időközi önkormányzati választásokon is nagyon sok helyen fogunk szerepelni. Pont erre akartam megkérdezni, ha már így említette a jövőre való felkészülést, ugye több időközi választás, elég sok időközi választás lesz most majd, ugye itt a Covid veszélyhelyzet elmúltával nagyon sokat kell bepótolni. Hol tervezi a mozgalom, hogy indít jelöltet? Igen, ugye a munkáspárttal közösen is indulunk, és aztán vannak más helyek, ahol külön indul a két szövetség. Jelen pillanatban Budapesten az 5., a 7., a 8. és a 16. kerületben indulunk, de indulunk Szolnokon, Csalgótarjánban, Dunaújvárosban, Kecskeméten, jó sok helyen, és hát ugye még egy csomót most írnak csak ki, úgyhogy hát gyakorlatilag az összesen nem indulunk, de rengeteg helyen indulunk az országban, és hát ugye mivel országos lefedettsége van a szervezetünknek, ezért hát mindenhol jelen szeretnénk lenni. Ha már így az időközi választások témájára kanyarodtunk, ugye a baloldali összefogás pártjainak is lesz bizonyára jelöltje. Az, hogy együtt indulnak, vagy külön-külön, ezt egyelőre még nem lehet tudni. Most épp emiatt van például vita a DK és a Momentum között. A DK például 4 helyen is rá akar indulni a Momentum jelöltjére. Ugye ezt, ott ők egymás között nem mindenki tartja ezt korrektnek. Mi a véleményük így az ellenzéki összefogásnak a működéséről, az ott zajló folyamatokról bizonyára figyelemmel kísérik? Hát igen, először is ugye ők ugye nem baloldaliak, de ők ezt nem is állítják magukról, tehát ugye ők ez egy ilyen liberális jobboldali pártszövetség, és mi azt gondoljuk, hogy ők valamilyen általunk ismeretlenoknál fogva összekeverik a politikát a saját karrierjükkel, és hát ugye folyamatosan magukról beszélnek, egy volt egyébként a választások előtt, a választások alatt, és még most is gyakorlatilag állandóan a személyi kérdésektől hangos ez a térfél. Szerintem elég értelmezhetetlen, amit ők csinálnak ugye politika címszó alatt, ugye mindig arról beszélnek, hogy éppen melyik pozíciót kinek kellene megszereznie, és szerintük miért az egyik embernek, vagy a másik embernek lenne ez jó, hogyha megszerezni azt a pozíciót. Szerintünk a politika nem erről szól, az ISZOM szerint a politika arról szól, hogy hogyan lehet az embereknek, a magyar embereknek jobban élniük, hogyan lehet alternatívát mutatni azzal szemben, ami mondjuk most van, és mert az elmúlt 30 évek kialakult ugye ez a kapitalizmus, ami hát ugye eléggé kizsákmányolja a magyar dolgozókat, és mi ugye ez ellen harcolunk, azt nem látni, hogy ők mi ellen küzdenének, leginkább a béreikért. És hát sajnos ezzel nagyon rossz helyzetbe sodorták Magyarországot, hiszen most egy olyan parlamentünk van, meg olyan fővárosi önkormányzatunk is van, ahol igazándiból, tehát a fővárosban ugye ez a liberális ellenzék irányítja a várost úgy, ahogy a parlament pedig egy olyan ellenzékünk van, aki valójában nem is ellenzéke a Fidesznek, hiszen az előző időszakban is sajnos a legfontosabb kérdéseket megszavazta. Tehát nekünk az a véleményünk, hogy ez az ellenzék, ez nem ellenzék, és a valódi alternatívát azt a parlamenten kívüli baloldali pártok fogják megteremteni. Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom és a szövetségeseink.
Itt ez is egy ellenzékkel kapcsolatos hír, hogy Molnár Gyula belépett a DK-ba, ugye ő korábban az MSZP elnöke volt. Ezt hogyan értékelhető ez a lépés? Hát ezt úgy értékeljük, hogy én azt gondolom, Molnár Gyulával jóban vagyok, ugye személyesen is ismerem, én azt gondolom, hogy Molnár Gyula teljesen természetesen ül be egy liberális pártba, hiszen a Magyar Szocialista Párt is csak nevében szocialista, elveszítette az identitását, és Molnár Gyula önazonosságként tud belépni a Demokratikus Fórumba, ami egy liberális centrista párt, és én azt gondolom, hogy ő ott meg fogja állni a helyét. A Jobbikban is komoly feszültségek vannak. Tegnap esti hír, hogy Jakab Péter már csak ideig, óráig elnök, legalábbis ez szivárgott ki a sajtóban, nyilván ezt majd a következő napok története lesz, ez ki fog nyilván derülni. De ugye ott is volt egy nagyon komoly összeveszés, egykori szövetségesét, Potocskáné Körösi Anitát most éppen ki akarja záratni a pártból, ellene viszont etikai eljárást kezdeményez az egyik képviselő. Hogy látják a Jobbik helyzetét? Hát ugye itt egy identitásválság van, ugye azt mondom, hogy a politika ugye identitásokról szól, sztorikról szól, ugye a mi történetünk az, hogy mi egy baloldali párt vagyunk, és egy baloldali pólust akarunk képezni, és egy újra szocializmus szeretnénk a kapitalizmus ellen. Ugye a Jobbiknak annak idején az volt a története, hogy nácik és szélsőjobboldaliak, ugye mi ebben a végletekig elne vagyunk az ilyen eszméknek és az ilyen szervezeteknek, ők pár évvel ezelőtt ismeretlen okokból kifolyólag valamiért elmozdultak erről az álláspontjukról, de ugyanazokkal a személyekkel, akik egy náci pártot üzemeltettek, elkezdtek egy jobb középpártot üzemeltetni. Ugye elindultak most az elmúlt választásokon a liberális pártokkal közösen. Úgy látjuk, hogy ők a szavazóikat teljesen elveszítették, és hát most azért a belharcaikat most már én már nem is tudom követni, most nekem ez egy új információ volt, amit ön mondott nekem, hogy pár órával ezelőtt kiderült, hogy Jakab Péter esetleg már szóval ezt egy nehezebb követni, hogy ott mi történik bent. Én azt gondolom, hogy valójában ez már csak úgy sajnos, mint az összes többi, majdnem az összes többi ellenzéki párt, parlamenti párt, ez már csak a pénzről szól, hogy ki a kassza kulcs, és ők sajnos most már erre fognak berendezkedni. Mint ahogy az előbb is említettem, én azt gondolom, hogy az igazi ellenzéket az parlamenten kívül kell megteremteni. Erről még fogom önt kérdezni. Még a Jobbik nemi erőszak botrányával kapcsolatban is kíváncsi lennék a véleményére. Úgyhogy itt az összefogás pártjai, tehát a Jobbik szövetségesei, vagy egykori szövetségesei nem igazán határolódtak el ettől az ügytől. Pedig más kérdésekben, például különböző női egyenjogúsággal kapcsolatos témákban azért meg szoktak nyilvánulni. Hát nézze, a Jobbiktól más ügyekben sem határolódtak el. Ugye a Magyarországgyűlésben én voltam például az egyetlen, aki nem elszavazott a Fidesznek a homofób törvényére, a Jobbik nagyon tisztességesen, már magukhoz képest tisztességesen ugye megszavazta ezt a Mi Hazánkkal együtt, meg a Fidesszel együtt, meg is tapsolták egymást, miközben az ő szövetségeseik általában ezt a törvényt rossznak tartották, ugye, de ők nem is szavaztak erről a törvényről, tehát ugye nekem kellett egyedül tartanom a frontot, és hát ugye más ügyekben sem határolódtak el, úgy tűnik, hogy a politikai szándékok fölülírják az elveket, egyébként valószínűleg emiatt is, vagy szerintünk emiatt kaptak egy végzetes ütést a 2022-es választásokon, egész egyszerűen elvtelenül az elveik nélkül politizáltak. Ugye mi végig kitartottunk az elveink mellett, hogy Magyarországnak baloldaliságra van szüksége, szocializmusra van szüksége, hogy itt a béreket meg kell emelni, biztonságot kell teremteni a nyugdíjak terén, ingyenes egészségügyet meg kell tartani. Ugye egy csomó szociális ügyben mi nagyon komoly álláspontot képviselünk. A ellenzék pártjai, ebbe a Jobbik is beletartozik, csak és kizárólag azért, hogy ők hatalomra kerüljenek, vagy pozíciókat szerezzenek, mindenfajta elvüket elengedték, de a politika ilyen, nem lehet elvek nélkül politizálni. És hogyha nem nincsenek elvek, akkor széthullás következik. Kiadtak egy közleményt a kongresszus után is, most itt visszakanyarodnék a mozgalom ügyeire, amiben az extra profit adót kritizálták. Én amikor korábban olvastam a programjukat, nekem annak fényében ez egy kicsit meglepő volt, hiszen ugye a dolgozók pártján áll, aki baloldali pártként definiálják magukat. Mi a problémájuk az extra profit adó? Hát az, hogy hiába adóztatják meg ezeket a cégeket, hogy ezek visszaterhelik ezeket az adókat, visszaterhelik a lakosságra. Sajnos az elmúlt 30 évben mindig így volt az összes Orbán kormány alatt. Így volt, hogy ez nagyon jól hangzik, ez nagyon jól kommunikálható, természetesen azzal, ami elhangzik, azzal egyetértünk, csak azzal nem értünk egyet, ami történni fog a valóságban, illetve történik is.
hogy majdnem napi szinten emelkednek az árak, és most már egyáltalán nem csak az egészségügyben, vagy az élelmiszer piacon, hanem az építőiparban is, és mindenütt. Nyilván ez a probléma, ugye mondhatnánk azt, hogy ez a háború miatt van, mondhatnánk, hogy ez a mostani, vagy a Covid miatt van, de ez nem így van. Ez nem így van, ez a kapitalizmus miatt van, itt válságról válságra bukdácsolunk, és valahogy mindig az történik, hogy a árak nőnek, és a magyar emberek bérei nem követik ezt a dolgot. Ellenben ma is olvashatjuk, hogy a multi cégeknek, Audinak, Mercedesnek, sorolhatnám őket, micsoda óriási osztalékokat visznek innen ki, 1000 milliárdokról beszélünk. És ezeket az 1000 milliárdokat ugye ők kiviszik az anyavállalathoz, ott elosztják 10-20 ember között, és a magyarok meg aztán utána fizethetnek drágább kenyérért, a drágább olajért, a drágább egészségügyi ellátásért. Nincsen ez így jól, alapjaiban van probléma ezzel a rendszerrel, és mi azért mondjuk, hogy ez így jól hangzó ígéretek helyett egészen másik rendszert kellene itt csinálni, amire a magyar emberek normálisan tudnak élni. Székely Sándornak köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy itt lettem.